Jöjjön tehát a Keresztapa színű trilógia leghíresebb dalával, Lakatos Yvette! The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love. Wine-colored days warm by the sun, deep fell the night when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love. So softly, love. Nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours. Bravo! Lakatos Yvette, hölgyeim és uraim! Ez fantasztikus volt! 8-as a kódja Yvette-nek, ne feledjék! Megy a szavazás, a 17-631-re pedig. Yvette becenevet várjuk, köszönjük szépen a President's Company táncosainak a háttérprodukciót. Hát a zsűri lefagyott, vagy nem tudom. Halljuk a zsűri véleményét. Nekem nagyon tetszett ez a dal. Mármint ahogy énekelted. Csak azért, mert ezt is tudod, ezt a műfajt, nem biztos, hogy ezt kellene erőltetned. Múltkor is egy szomorú dalt énekeltél. Nekem, ne felejtsük el, hogy ugye 16 éves vagy, ugye? Főleg te ne felejtsd el. Tudod, a dalválasztásnál is. Még annyit, ehhez annyira nem értek, csak nem bírom megállni. Nagyon szép ez a natúr haj, meg smink, meg szóval így nekem így kerek. Nem biztos, hogy azok a nagy cuccok kellenek a fejembe. Köszönöm. Hát, Enikő, parancsolj! Ha ketten lennénk egy lakatlan szigeten, az jutott eszembe maga meg én, talán az utolsó dolog lenne, hogy azt kérném, hogy énekelj el még egyszer ezt a dalt, mert én unatkoztam nagyon alatta. Nagyon, nagyon unatkoztam. Elismerem, hogy nagyon szép hangja van. Hát nem tehetek róla, untam. Tényleg. Legendadalosnak. Még egyszer? Legendadalokat kellett, hogy válasszunk, és gondoltam, hogy ezt nem hagyhatom ki. Jó, szóval elmennénk egy lakatlan szigetre, más kérnék, akkor így finomítok, jó? Valószínűleg te lennél az utolsó, akivel most elmenne egy lakatlan szigetre, Yvette. Ez nem volt kérdés, Tamás, ez nem volt kérdés. Én úgy érzem, gyönyörű hangod van. Tehát ez nem kérdés, hogy gyönyörű hangod van, de nagyon kell vigyázni, hogy a fájdalom az nem műfájdalom legyen, a könny az nem műkönyv legyen. Tehát amikor egy ilyen dalt választasz, és ilyen gyönyörűen énekeled, akkor muszáj innen is adni valamit, mert különben nem lesz harmóniában a kettő. Tehát szerintem ez az, amit Sándor hiányolt, mert hiányzott belőle az a belső erő, ami fölrobbant. De Enikő, azt akarom kérdezni, úgy gondolod, hogy 16 évesen az ember ennek megjelenítésére már képes? Én azt gondolom, hogy a fájdalmat azt, ha 3 éves valaki, akkor is érzi, 16 vagy 106 éves egy akkor fájdalmat is kell előadni, tehát nem igazán fáj, hanem elő kéne adni a fájdalmat, ami 16 év... Műfájdalmat, pont azt mondom, hogy az volt a baj szerintem, hogy ez egy kicsit művi volt, nem, és nem igazi. Igen, de neki nem fáj semmi. Amikor Nino Róta énekelte eredetileg ezt a dalt, akkor nem vette őt körül 30 000 sikítozó rajongó. Tehát érted, a dal közben nagyon nehéz úgy fájdalmat érezni, hogy mindenki örjöng érted. Bocsánat, hamul voltam. Nagyon érdekes, hogy mennyire másképp hallgatunk zenét. Én azt gondolom, hogy az elején egy kicsikét gyengélkedtél, és utána gyönyörűen kinyílt az egész, és én teljesen elhittem ezt az egészet. Azért tényleg azt nem szabad elfelejteni, hogy azért egy semmi perc áll a versenyzők rendelkezésére ahhoz, itt nincs idő fölépíteni valamit, itt nincs idő, hogy bejövetel, és nem tudom, és egyszer csak ott kell állni, és föl kell építeni egy ilyen rohadtul nehéz nótát. Én megmondom őszintén, hogy én szebbet hallottam ebből ezek szerint, mint a többiek. Köszönjük szépen a zsűri véleményt. Hát én nem vagyok zsűritag, de azt én kimerem jelenteni, hogy te egy tökéletes versenyző vagy. Tehát egy olyan feladatot választottál, és olyan feladatot kaptál, amit nehéz megoldani, de ezt te meg tudod oldani. Tehát olyan dolgokat kell énekelni, úgy kell lépdelni fölfelé, ami pokoli nehéz feladat. A közönségnek tetszett? Csak kíváncsi vagyok. Csak hogy kapjon egy kis erőt, Yvette, mert ugye 16 éves, múlt héten itt kellett állnia az egyik ugye az utolsó 5 versenyzőnél fölmerült a te neved is. Hogy élted ezt meg lelkileg? Akkor nagyon sírtál. Hány napba telt, mire kiheverted? Hát utána átgondoltam az egészet, és nem kell elkeseredni, szerintem. Nem. De akkor ezt ne így mond, Yvette. Így mond, nem kell elkeseredni. Nagyon tudok énekelni, jó vagy. Menjél, látom, nagyon meg vagy illetve most is. Jó voltál, nyugalom, nyugodj meg!